Ha nézed a csatornánkat, akkor szinte biztos, hogy A. már jártál Japánban, vagy B. tervezel Japánba jönni, vagy C. legalábbis álmodozol arról, hogy Japán vagy Amikor Japán utat tervez az ember, vagy Japán útról álmodozik az ember, akkor az első dolog az, ami felmerül, hogy hova menjen, ugye? Mert nyilván Szerintem nagyon kevesen rendelkeznek végtelenített pénztárcával, ami azt jelenteni, hogy az egész országot és minden látványosságot körbeutazva megtapasztalhatják és megnézhetik az egész országot. Ezért nyilván az embernek ki kell találnia, hogy a keleti ország részbe megy, a nyugati ország részbe, Okinawára, Hokkaido-ra, vagy mit végigutaz a Homsüt, vagy egy másik szigetre. És hogyha nem tud mondjuk egy alkalommal megnézni mindent, akkor lehet, hogy még egy út az esbe kell terveznie egy idő után. Ezzel kapcsolatban viszont az interneten, hogy hova lehet utazni és mit lehet megnézni, tényleg se szeri, se az oldalaknak, amik ajánlanak, mit tudom én, különféle nevezetességeket, különféle éves ilyen rendezvényeket, amiket érdemes megnézni, és nem erről szeretnék ma beszélni. Ma arról szeretnék beszélni, hogy mikor érdemes Japánba jönni, legalábbis az én szerény véleményem szerint, mi, mi, mik azok az időszakok vagy azok az évszakok, amikor érdemes Japánba jönni. Ezért, hogy ezt most egy átlássuk és egy kicsit átnézzük, szeretnék beszélni egy pillanatra a japán évszakokról. Nyilván Japánnak így elég nagy a kiterjedése, és főleg így mondhatni, hogy északi-déli irányba terjed ki, tehát Nyilván az északi, legészakibb oldala Japánnak és a legdélebbi oldala Japánnak eléggé meglehetősen különböző, de ö, szerintem, hogyha mondjuk így a fő szigetekről, vagy legalábbis a főszigetről, szigetről beszélünk, akkor általában azért úgy vannak kisebb eltérések, de nagyjából, nagyjából hasonló. Mi a nyugati ország részben élünk, a a főszigetnek a nyugati, délnyugati részén, ami azt jelenti, hogy körülbelül ez egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon átlagos. Tehát amit én mondok, hogyha valaki esetleg hokkaidó vagy valaki esetleg okinawa akkor az ne kezdjen el megőrülni, hogy úristen, de ez nem így van, mert ez tényleg egy ilyen nagyon átlagos dolog, amit most el fogok mondani. Alapvetően négy évszak van Japánban, legalábbis így tartják, hogy négy évszak van, de ezek az évszakok egy kicsit különböznek a, a magyarországi évszakoktól, úgy a, nem is tudom, a mi, mikéntjükben is, valamint a elhelyezkedésükben is a, a, naptáron belül. Továbbá van még egy-két olyan dolog, ami kicsit különbözik, mint a mi négy évszakunk, de először is kezdjük a tavasszal. A tavasz az egy fantasztikus évszak, nagyon jó hőmérséklettel, nem mondhatnám, hogy túl hideg van, túl meleg van. Éppen jövünk ki a télből, tehát márciusban még lehet, hogy egy kicsit hűvöskésebb az idő, de utána már így április-május, talán még június elejéig fantasztikus idő van. Csodálatos utazásra, nem mondhatnám, hogy egyfolytában szakad az eső vagy ilyesmi, szóval ez egy nagyon-nagyon szép és gyönyörű évszak. Napos madarak csicseregnek, bimboznak a virágok, eléggé hasonló, mint Magyarországon egyébként. A következő évszak a nyár, amit innentől kezdve nyugodtan hívhatunk csak pokolnak. De csak viccelek. De tényleg a nyár Japánban nagyon meleg, nyilván mindenhol meleg a nyár, tehát Viktor, ezzel most nem leptél meg minket. Az egyetlen egy különbség Magyarországa kapcsolatban, hogy sokkal magasabb a páratartalom, és ez rettenetessé teszi a nyarat. Nem ritka az, hogy mondjuk 90-95% fölött van a páratartalom, egyrészt. A másik pedig az, hogy éjszakára sem megy le a hőmérséklet, főleg betudhatóan ennek a nagy páratartalomnak. Tehát amikor mondjuk éjszaka is mondjuk 30-31 fok van, sötétben, eső után, zivatar után, akármisoda, az eléggé zavaró és eléggé más, mint nyugaton. Tehát tulajdonképpen nyáron szinte lehetetlen megélni, légkondicionáló nélkül, még éjszaka is. Tehát nem az, hogy kinyitod az ablakot, és akkor azt mondod, hogy hú, de jó, átvág a hűvös szellő. Nem. Semmilyen szellő és semmilyen hűvös nem vág át, sajnos. A hűvös szellő az kizárólag légkondiból jön. Továbbá a nyár elejére általában beköszönt a esős évszak, amit így hívnak, esős évszak a cű, és ez nem azt jelenti, hogy megállás nélkül szakad az eső, hanem azt jelenti, hogy nagyon sokáig felhős az ég, elég magas a páratartalom, nagyon-nagyon beüt ez a hirtelen meleg a tavasz után, és hát azért eléggé gyakran esik az eső nyilván a magas páratartalom miatt is. Tehát folyamatosan készen kell állni arra, hogy valószínűleg esni fog, de közben nagyon meleg van, felveszed az esőkabátot, nem baj abban elmegyek, de beizzadsz az esőkabát alá, szóval. A, az esős évszak az már alapjáraton egy eléggé szörnyű ö, időszak, utána pedig jön a pokol, azaz a nyár. Főleg nekem, aki eléggé, hát nem igazán szeretem a meleget, én a hideget jobban szeretem, sokkal is jobban is bírom, és nagyon-nagyon izzadós vagyok, amit látjátok, még most is izzadok, pedig megy a légkondi. Úgyhogy, hogyha te is ilyen vagy, akkor lehet, hogy érdemes elgondolkodni azon, hogy nyáron látogatod-e meg Japánt. De erről majd még egy kicsit később. Aztán jön az ősz, az ősz, a gyönyörű, Gyönyörű ősz, amikor végre, végre megszabadulunk a nyári pokori hőségtől és a pokori páratartalomtól, és végre elkezdenek fújni azok a hűs szellők, amikre az ember vár. Végre el lehet felejteni a légkondit, végre tényleg ki lehet nyitni az ablakokat, és jól lehet érezni magát az embernek. Jó lesik sétálni a szabadban, tényleg a hőmérséklet pontosan, pontosan tökéletes, amikor már így ilyen. 20 fok környékén van, éjszaka lemegy egy kicsit 18-17 fokra, és amikor kinyitod, akkor már jól lesik egy picit betakarózni. Ez nagyon-nagyon ez különös megváltás Magyarországon is egyébként, de itt Japánban meg tényleg különösképpen. Továbbá a tél, ami hát igen, itt biztosan nagyon megosztóak lesznek a, a tapasztalatok. Itt nálunk a tél azt kell, hogy mondjam, hogy eléggé enyhe. Szerintem így nagyjából nulla fok alá eléggé ritkán megy a hőmérséklet, havat azt nem tudom már így, e, talán két vagy három éve egyszer esett itt a hó, tavaly télen egyáltalán nem esett hó semmi, csak eső. Úgyhogy az időjárás télen azt mondhatnánk, hogy wow, jaj de jó, ki lehet jönni, és ilyen mit tudom én 4-5 fok, 0 fok környékén lehet sétálgatni, Egyetlen negatívum ennek az egésznek, hogy ugye a lakások eléggé rosszul szigeteltek, és ezért általában hideg van bent a lakásban is, tehát nálunk is például, amikor reggel fölébredünk, és ez nem egy nagyon-nagyon régi építésű ház, akkor általában itt a szobában, a nappaliban, ahol most vagyok, ilyen 8-10 fok környékén szokott lenni, amikor kijövök, szóval ez mondjuk eléggé zavaró, függetlenül attól, hogy a tél nem is annyira hideg. De természetesen, hogy hogyha turistaként jöttök ide, akkor ezzel nem feltétlenül kell foglalkoznatok, mert mondjuk a hotelben általában be van kapcsolva a fűtés, vagy legalábbis a hotelnek lehet, hogy jobb a szigetelése. Szóval a kérdés tényleg az, hogy mikor jöjjünk Japánba, és melyik évszak az, ami kimondottan megfelelő arra, hogy ö, utazgassunk és, és lássuk Japán csodáit. Elsősorban kezdjük a tavasszal. A tavasz szerintem az mindenkinek egy ilyen, egy ilyen teli találat, ugyanis amit mondtam, az időjáráshoz megfelelő, és ott van a szakura, amit mindenkinek nagyon ajánlok, hogy nézzen meg egyszer, de majd még később beszélek az én ö, személyes preferált ö, sorrendemről, hogy mikor jönnék Japánba, hogyha turista lennék. Szakura nagyon-nagyon szép, és, és, egy fantasztikus élmény tényleg az ember, hogyha látja képeken, akkor azt mondja, hogy úristen, nekem az, ott kell lennem, meg kell néznem, ott kell állnom a cseresznyefa alatt, Szeretném, hogy potyogjanak rám a kis ö, fehér rózsaszín, fehér szírmocskák. Gyönyörű, tényleg vitathatatlan, csak van vele majd egy kis probléma, amit elmondok egy perc múlva. Aztán jön a nyár. Nyilván az esős évszakot azt szerintem alapjáraton zárjuk ki, meg lehet nézni az interneten, minden évben van rá ő jóslat, hogy mikor lesz a és hát mondjuk inkább előrejelzés, hogy mikor lesz az esős évszak régiótól függően, és majd berakom ide a 2024-est, hogy mikor, mettől, meddig volt. Szóval ezt az időpontot alapvetően érdemes kizárni, hogy ne akkor jöjjön az ember Japánba. A nyár, mit mondjak, rettenetesen meleg van, tényleg meg lehet ö, ö, pusztulni, folyamatosan izzad az ember, hogyha valaki jobban bírja a meleget, akkor nyilván az megint egy más történet. Én személy szerint nagyon-nagyon utálom, mint amint ezt már mondtam, nagyon-nagyon uh, hangosak a kabócek éjjel-nappal, ami egyébként lehet, hogy valakinek egy pozitívum, mert ez egy ez tényleg egy különlegessége, Japánnak a kabóca hang, hogyha valaki szeret animéket nézni, akkor biztos, hogy már uh, látott ilyet, vagy hallott ilyet. Szóval ez egy különlegesség is lehet. Légkondicionál... nélkül nehezen lehet uh, uh, elviselni ezt a nyarat, vagyis hát nem is az, hogy nehezen, hanem szinte lehetetlen szerintem. Úgyhogy aki annyira nem szereti a légkondicionálót, annak megint csak nem ajánlom. és uh, van nagyon sok fesztivál viszont. Nagyon sok fesztivál van, Yukata Matsuri, Tanabata, mindenféle fesztivál ilyenkor történik, és nagyon sok tűzijáték van az országban, szóval mondjuk elmiatt még el lehet gondolkodni, hogy esetleg nyár is egy ilyen opció lehet. Főleg, hogyha valakinek mondjuk a munkahelyén csak nyáron lehet kivenni szabadságot, vagy különösképpen akkor könnyebb kivenni szabadságot, gyerekeknek akkor van, nem tudom, nyári szünet, akkor nyilván nem kérdés, hogy sajnos nyáron kell jönni, én személy szerint annyira nem szeretnék. Ja, és még valami a nyárral kapcsolatban, hogy augusztus második hetében körülbelül van egy ilyen obon nevezetű időszak, ami egy hosszabb munkaszüneti hét, tulajdonképpen nagyjából egy hét szokott lenni, vagy legalábbis egy jó pár nap. És ez... Okay. Körülbelül az ilyen Japánban az ilyen halottak napja, de eléggé máshogy néz ki, és most nem is erről szeretnék beszélni. A lényeg az, hogy mivel hogy ez egy hosszabb szünet, nagyon-nagyon megdobja a hotelárakat és a repülőjegyárakat, úgyhogy erre is oda kell figyelni, hogy ebbe a hétben bele az utazás, mert akkor tulajdonképpen megmagyarázhatatlan módon sokkal többet fog fizetni az ember. Ajánlom, hogy mondjuk, hogyha valaki augusztusban tud jönni, akkor augusztusnak inkább a második felében jönjön vagy pedig mondjuk egy kicsit az előtt, mondjuk júliusban, és akkor biztosan olcsóbb jegyeket fog kapni, mint mondjuk augusztus második hetében. Ja, és még valami a nyárral kapcsolatban, hogy ilyenkor lehet nyilván a tengerhez menni, ilyenkor lehet a beachre menni. Amire oda kell figyelni, hogy augusztus vége felétől, így az obon után, már eléggé gyakori, hogy nem lehet egyszerűen a beach menni, nem engedik, mert ö, elszaporodnak a medúzák, és is egész egyszerűen veszélyesbe menni, meg amúgy is ott vannak, nem tudom, nagyon sok beach ilyen kis ö, gondokbácsik, vagy őrbácsik, vagy akár még lehet, hogy ilyen biztonsági őrök is, és szólnak, hogy tényleg tessék kimenni. Nekünk is volt erre példa, mi nem tudtuk, nem Bogival még jóval előtt, amikor még ösztöndíjas diák voltam 2009-ben, akkor a többi diáktársammal elbicikliztünk a tengerpartra, és nem is bementünk lubiszkolni, csak itt térdig mentünk be, és szaladtak oda hozzánk, és szóltak, hogy á, 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 kifelé a vízből, mert életveszély. Aztán itt van az ősz. Amit mondtam, ősz, csodálatos időjárás, fantasztikus, nyalogat a nem túl meleg napfény, úristen. Szóval nagyon-nagyon szép idő van tényleg, és gyönyörűek a fények fotózáshoz, fantasztikus videózáshoz, fantasztikus, és ott vannak az őszi falevelek. Őszi falevelekre a japánok mindig azt gondolják, hogy ez egy nagyon japán különlegesség, de egyébként Magyarországon is nyilván van ö, őszi falevél, és szerintem Magyarországon is gyönyörűek. Én emlékszem, hogy gyerekkoromban imádtam ugye mindig úgy gyalogolni, hogy rugdostam magam előtt a kis, a, nem is tudom, susogó leveleket, és ugye édesanyámmal úgy gyalogoltunk, hogy együtt rugdostuk a susogó faleveleket, Szerintem ez nem egyedi, valószínűleg mindannyian ezt csináltuk. Japánban egy kicsit annyiból más, hogy nyilván más növények, más fák vannak, tehát ez a, a momiji falevél, ez egyébként tényleg egyébként nagyon szép alakja van, és amikor elkezd sárgulni, meg nem is tudom, barnulni, pirosodni, zöldes pirosodni, akkor, akkor tényleg nagyon-nagyon gyönyörű tud lenni, és ha mondjuk az ember felmegy egy ilyen kilátóba, és így végig lát egy ilyen, egy ilyen nagy dombot, ami, ami, ami az egész így különleges ilyen barnás piroses színe lesz, az tényleg egy fantasztikus dolog. Szóval a japán őszi falevelek színét, az tényleg nem érdemes úgy, így, nem tudom, így besöpörni a szőnyeg hogy ilyen van otthon is, mert tényleg nagyon különleges, és nagyon ajánlom mindenkinek, hogy egy nézzen utána az interneten, ha nem elég ez, amit én beraktam ide, ez alá a videó alá. Továbbá ugyanúgy, mint bárhol máshol a világon, itt is össze vannak az ilyen nagyobb aratások, mit tudom én, a, a rizs, stb ezért nagyon sok fesztivál van, nagyon sok macurire lehet menni, ami kimondottan így a, ugye nyilván, szerintem máshol is a világon össze vannak ilyen nagyobb fesztiválok az aratással kapcsolatban, így a, nem is tudom, így a, a régi időktől fogva. És itt nálunk helyileg, image van például egy nagyon híres a, a Nadanokenka Matsuri, amiről egyébként csináltunk videót még annó nagyon régen, még gyerekek előtt. Ez egy ilyen a Balhé Fesztivál, vagy nem tudom, tehát egy ilyen nagyon-nagyon agresszív és ö, ö, verekedős, balhízos fesztivál. Ha gondoljátok, nézzétek meg, mert egyébként eléggé érdekes, hogy ez Japánban van, ennyire agresszívek is tudnak lenni, igen. De csak ezen a napon. Minden esetre tényleg ilyenkor sok fesztivál van, amit érdemes ö, szintén, nem is tudom így ö, végignézni és elgondolkodni rajta. Úgyhogy az ősz egy szerintem nagyon optimális időpont arra, hogy valaki eljön Japánba. Valamint itt van a tél, Hmm. Az időjárás nekem jó, mert én szeretem a hideget. Aki nem szereti a hideget, annak annyira nem jó. Viszont azt elmondhatom, hogy eléggé ilyen borús, sötét, nem is tudom, lehangoló, de ez máshol is így van egyébként. Vannak napos napok, de, de alapvetően nem mondanám, hogy nagyon olyan kedvcsináló az időjárás. Továbbá gyakran esik az eső nálunk, ugye, hát van, ahol a hó is esik. Nem ritka az, hogy például, hogyha valahol lesik a hó, akkor mondjuk vonatok leállnak nem felső vezeték szakadás miatt, de csak a biztonsági okok miatt, de biztos van felső szakadás is, mindegy. Szóval a lényeg, hogy én nem feltétlenül gondolom, hogy télen van olyan sok minden, amit meg lehet nézni. Természetesen van Hokkaidon hófesztivál, hogyha valaki kimondottan az északi részre akar menni. Vannak különleges kis falvacskák, amik nagyon gyönyörűek, ilyen náttető zsúp fedeles házaskák, amik gyönyörűek, amikor leesik a hó, egy ilyen nem tudom, éjszakát el lehet ott tölteni egy ilyen különleges kis házikóban, egy ilyen régi házikóban de erre felépíteni egy egész utazást szerintem, nem tudom, egy kicsit lehet, hogy pazarlás. Hogyha már valakinek tényleg van lehetősége arra, hogy sokszor jön Japánba, akkor lehet, hogy érdemes tényleg ezt az évszakot is egyszer meglátogatni. Biztos, hogy van sok különleges dolog. Mit tudom, én el lehet menni síelni, vagy snowboardozni. Elég sok olyan hely van itt a környékünkön is kisebb hegyek, ahova el lehet menni. Megmondom őszintén, hogy nekem erről sok tapasztalatom nincsen. Az életemben soha nem síeltem, vagy snowboardoztam, sajnos. Úgyhogy ezzel kapcsolatban nem tudok nagy tanácsot adni, de szerintem a tél az pont nem az az idő, amikor én kijönnék utazgatni Japánba. És akkor lássuk Viktor sorrendjét, hogy én milyen évszakokat ajánlok a legjobban, hogy kigyere Japánba és megnézd az országot. Első nulla pont, tél. Télen biztos, hogy nem jönnék, ez a legutolsó időpont, amit tudok ajánlani, vagy évszak. A következő a nyár, amit már elmondtam, ugye nagyon-nagyon meleg van, hogyha csak akkor van lehetőséged jönni Japánba, akkor gyere, de alapvetően ennél van sokkal jobb időpont is. Például harmadik helyen a tavasz, ami ugye gyönyörű, a szakura virágzik, stb. Az egyetlen egy ellenvetésem a szakurával az az, hogy nagyon-nagyon-nagyon hogy pontosan kell időzíteni. Hogyha egy héttel előbb mész, akkor még nem virágzik. Ha egy héttel később mész, akkor már nem virágzik. De lehet az is, hogy pont jókor mész és virágozna, de leveri az eső a, a szirmokat, és egész egyszerűen már nem úgy néz ki, mint előtte, nem olyan dús, hanem csak ilyen megkopasztott kis csirkefák vannak. Szóval ezt nagyon-nagyon nehéz elszúrni, hogy mikor jön az ember. Úgyhogy én ezért nem ajánlom feltétlenül. Természetesen, hogyha valaki mondjuk két hétre jön, akkor biztos vagyok benne, hogy valahogy bele fog esni a, a szakura virágzás. De nagyon gyakran van, hogy például sokkal előbb. Idén, amikor édesanyám kijött márciusban, akkor mi azt gondoltuk, hogy jaj de jó, mert amikor kijön pont azon a hétvégén majd, elmegyünk és megnézzük a szakurát. Elmentünk, és semmi nem volt. Sajnos mivel hogy még nem melegedett fel annyira az idő, nem jöttek ki a virágok, nem bújtak ki a szirmok, ezért rá nem is tudom, egy vagy lehet, hogy két héttel később jöttek ki, és akkor mentünk el megnézni. Úgyhogy ha az embernek például tényleg be van tervező egy, utazás, és egy csomó pénzt kifizet érte, és a végén nem látja azt azért, men, ami, amiért ment, akkor, akkor ez egy nagyon nagy csalódás és pénzkidobásnak érezheti, úgyhogy nagyon-nagyon vigyázzatok ezzel tényleg, és szerintem alaposan nézzetek utána, és próbáljátok meg hagyni egy ilyen nagyobb ö, időintervallumot, hogy biztosan beleeshetek a szakura virágzásba. És is első helyen jönjön, jön, nyilván mindenki kitalálta, az esős évszak, <háha> nem csak vicceltem, az ősz. Ősz az, amikor én mindenféleképpen jönnék, és ősz önbelül is, a naptári ősz szerint, inkább jönnék ö, nem szeptemberben, mert az tulajdonképpen még majd, hogy nem nyár, annyira meleg van, de még csak nem is októberben, mert az még mindig nagyon-nagyon meleg van és nyár, bár mondjuk nem október, október 10-15-e után, tehát így október második felében, akkor már jönnék. Október vége, november eleje, november közepe az, amikor szerintem tényleg, tényleg a legtutibb az ország, és hogyha az ember elmegy Kiótóba, nem is tudom, Narába, ezekre a nyugati ország található nagyobb, nevezetesebb régi-régi városokba, de akár még Kiótóba is, és Kiótó környékére. Egyszerűen fantasztikus, tényleg gyönyörű, minden fotód milliókat fog érni, annyira gyönyörű fotókat fogsz csinálni, még a legolcsóbb kamerával is. Egyszerűen szuper a látkép, gyönyörű az időjárás, és szerintem még talán a hotelek is olcsóbbak, mint mondjuk a high seasonben, mondjuk nyáron, vagy, vagy egy jobbon környékén, amit mondtam az előbb. Úgyhogy, hogyha rám hallgatok, akkor mindenféleképpen mielőtt elkezdtek egy japán utat tervezni, ezt is gondoljátok végig, hogy pontosan mikor jöttök, és mit akartok látni de nem kell feltétlenül százszerzelékére nem hallgatni. Természetesen mindenkinek van egy saját preferenciája. Van, aki kimondottan nyáron szeret utazni, van, aki kimondottan csak a szakura miatt szeretne Japánba jönni. Úgyhogy gondolkodjatok magatoknak, de én segítettem nektek egy támpontot adni ezzel a mai videómmal. Nagyon köszönöm, hogy végignéztétek, és kérlek szépen, hogy tényleg ne felejtsetek el megnyomni egy like gombot, és ha még nem vagytok feliratkozva, akkor iratkozzatok fel, ezzel ingyen támogathatjátok a csatornánkat, és nagyon sokban hozzásegítetek ahhoz, hogy folyamatosan tudjunk videókat kiadni. Köszönöm szépen a megtekintést, és mindenkinek gyönyörű szép napot, és jó tervezgetést a japán utazásra. Bye!